A két keréken közlekedők között átlag feletti a balesetek kockázata. Ez különösen igaz a nyári időszakban, amikor a jó időbe köszöntéve hosszabb túrákra indulnak a motorosok. A nagyszámú balesetek egyik fő oka, hogy a gépkocsikban található passzív biztonsági megoldások, például a biztonsági öv vagy a légzsák, nem védik a motorosokat. Számukra különösen fontos szerepe van a megfelelő védőruházatnak. A rendőrség szakemberei más közlekedés biztonsági tanáccsal is szeretnék segíteni a nyári időszakban a motorosok biztonságát. A motorkerékpárral közlekedőknek saját és mások biztonságát érdekében azt tanácsoljuk, hogy körültekintéssel vegyenek részt a közlekedésben, valamint a közötti közlekedés szabályait mindig tartsák be. A sebesség nem megfelelő megválasztása az egyik leggyakoribb baleseti ok, ezért fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Ne kockáztassanak, csak akkor üljenek motorra, ha mentálisan és fizikálisan is járművezetése képes állapotban vannak, valamint szervizeljék és ellenőrizzék járművüket rendszeresen. És a nyári forróság ellenére is használják a megfelelő védő ruházatot. Amennyiben pedig hosszabb útra indulnak, akkor álljanak meg többször, azt javasoljuk, pihenjenek egy picit közben, könnyítsenek ruházatukon is, amennyiben újra motorkerékpárra ülnek, vegyék vissza a védő felszereléseket. Ezekre a szabályokra már a motoros tanfolyamok kezdetén felhívják a tanulók figyelmét. Az A kategória gyakorlati képzésnél például kötelező a zárt, erős anyagú ruházat, jacky kesztyű és a magas szárú cipő vagy csizma. De más különbség is van a B kategóriás vizsgához képest. Aki nem töltötte be a 24. életévét, az nem tehet A kategóriás úgynevezett korlátlan nagy motorvizsgát. Kötött a kilométer a vezetési időtartalom alatt, több száz kilométerről van szó, de megmaradt a motoros képzésnél az a úgymond rutini vizsga, amely a B kategóriánál például törölték. B kategóriánál a rutinpályás vizsgát külön kivették, forgalomba helyezték be, ellenben a motorosoknál, a motoros képzésnél rutinpályán megmaradt ugyanúgy továbbra is a rutin vizsga, és ennek sikeres teljesítését követően vehet részt a városi vezetésben, a városi felkészítésben a tanuló. A KSH országos adatai szerint 2017 márciusában több mint 900 közúti közlekedési balesetből 49-et motorkerékpáros, 36-ot pedig segédmotoros okozott. Ez 9%-os arány. 2018 azonos időszakában ez a szám 4%-ra csökkent. 854 balesetből 15-ben motoros, 20-ban segédmotoros volt a baleset okozója. A motorosok által okozott balesetek száma az csökkent, de sajnos a motorosokat nagyon sok járművezető nem veszi figyelembe, főleg a személygép járművel közlekedő, és ebből adódik a legtöbb közúti közlekedési baleset. A vezető statisztika, hogy a motoros elé kanyarodnak. Sajnos vagy későn veszi észre a motorkerékpárost a személygépjárművezetője, vagy szemből kanyarodik elé, vagy már a személygépkocsit, illetve járműveket előz a motorkerékpáros, amikor abból a jármű sorból valami gépjármű balra kanyarodik. A napokban ebből halálos baleset is volt. A hatóság szakemberei ezért arra kérnek mindenkit, hogy nyáron is nagy körültekintéssel felelősségteljesen közlekedjenek az utakon mind autóval, mind motorral.